A túlélésünk és gyermekeink jövője a tét hangzott el az LMP mai a klímaváltozás hatásairól szóló kanizsai sajtótájékoztatóján. Vágó Gábor a Lehet más a politika EP lista vezetője szerint a május 26-ai európai parlamenti választáson dől el a kontinens sorsa. Vágó Gábor elmondta, ha Európa a következő 5 évben változtatni tud, akkor képes lesz a világ többi országát, a legnagyobb szennyezőket is változásra kényszeríteni. A párt EP listavezetője hozzátette, az LMP eltökélt abban, hogy egészséges bolygót hozzon létre, ennek érdekében pedig javasolja a megújuló energiákra való átállást, a tömegközlekedés és a mezőgazdaság fejlesztését. Vágó Gábor szerint ezekkel a radikális lépésekkel megállítható a klímaváltozás. Az Elem megye speciálisan érintett a klímaváltozás kapcsán, hiszen azok az invazív fajok, amelyek eddig is itt voltak, nagyon elszaporodtak. Például a kullancs helyzet az rendkívül veszélyessé vált. Tudjuk, hogy olyan betegségeket hordoznak a kullancsok, mint egy Lyme-kor, ami az emberekre is nagyon veszélyesek tudnak lenni, és pont a klímaváltozás ad egy olyan lökést az ő populációjuknak, amely nem csupán az állatokra, hanem az emberekre is rendkívül, emberek egészségére is rendkívül veszélyes már most. Hosszú távon azt látjuk, hogy a klímaváltozás miatt átalakul a mezőgazdaság, átalakul az egész élettér. És erre kell azonnali választ és cselekvést adnunk. Az Európai Parlament az egyetlen olyan terep, ahol meg lehet állítani a klímaváltozást.